A krími népszavazás a demokratikus eljárásokkal és nemzetközi jogi normákkal teljes összhangban zajlott le, jelentette ki Vlagyimir Putyin. Az orosz elnök szerint a népszavazás azt is megmutatta, hogy a krími tatárok jelentős hányada is Oroszországhoz akar tartozni. A vasárnapi népszavazás után a krími parlament is független államnak nyilvánította a Krím félszigetet. Ezt azonban sem az EU, sem az Amerikai Egyesült Államok nem ismeri el. Az USA kormánya 11 orosz és ukrajnai tisztségviselőre rót ki szankciókat. Az érintettek nem kaphatnak amerikai vízumot és bankszámláikat befagyasztják, mivel felelősség terheli őket a krími orosz katonai beavatkozás miatt. A Fehérház nem zárta ki a Putyin elleni szankciókat sem. Az Európai Unió 21 emberrel kapcsolatban jelentett be büntető intézkedéseket. Ukrajna mielőbbi EU-tagságának megadása az egyetlen mód arra, hogy megváltozzon Kelet-Európának ez a része, jelentette ki Stefan Füle. Az EU bővítési biztosa konkrét időpontokat nem mondott, és az sem derült ki, hogy ezzel visszaterelhető-e a Krím Ukrajnába, vagy csupán a további orosz terjeszkedést fékezné meg. Arseni Jatsenyuk ukrán kormányfő kedden bejelentette, hogy az EU-val március 21-én írja alá Ukrajna a társulási szerződést. Ez futott zátonyra november végén Viktor Janukovicssal, akivel szemben ezután tüntetés sorozat kezdődött Kijevben. Az ukrán kormányfő egyúttal közölte, a cél csak az EU, a NATO-tagság nincs napirenden. Ukrajnából eközben egyre többen menekülnek el. Szerbiában hivatalosan eddig csupán ketten kértek menedékjogot, de jóval többen érdeklődtek az eljárás iránt. Az ukrán és orosz nemzetiségű menekültek elmondása szerint az országokban teljes fejetlenség uralkodik, az utcákon nacionalisták félemlítik meg az embereket, a fiatal férfiak a besorozástól tartanak, a vegyes családokat tönkreteszi a nemzeti alapú feszültség. A menekültek egyébként sok esetben azért választják Szerbiát, mert itt egy hónapot tölthetnek vízum nélkül, amivel időt nyernek, mondják az illetékesek.